Sziasztok! A mai videóban azt nézzük meg, hogy milyen lenne a Minecraft akkor, hogyha bármilyen mobot meg tudnánk nyírni a játékon belül. Ugye tudjuk, hogy ezzel az ollóval csak egy-két mobot lehet megnyírni, mint például a bárányt. De hát, mint ahogy tudjuk, ez azért annyira nem izgalmas, Úgyhogy a mai videóban elhoztam nektek egy speciális ollót. Sajnos, aki ezt a datapeket készítette, az nem igazán rakott bele crafting receptet, csak és kizárólag egy parancsal lehet lehívni ezt a bizonyos ollót aminek a neve Mob Shears és Unbreakable, azaz törhetetlen. És mint ahogy látjátok, itt is van egy szép kis csirke, akire, hogyha jobbklikkelünk, akkor látjátok, hogy megkopasztottuk a csirkét, és konkrétan kapunk belőle 7 darab ilyen essence A csirke ezek után így fog kinézni, kicsit kopasz, így a másikhoz viszonyítva azért szerintem elég jól látni a különbséget. Itt van ez a csirke és cucc, és ezzel már lehet craftolni. Meg is szeretném nektek mutatni, hogy például tudok egy ilyen csirkés sapkát készíteni, és itt is van chicken helmet. Felveszem, és mint ahogy látjátok, slow falling kettes effektet kaptunk. Teljes szettet lehet ezzel kraftolni. Itt van most a chestplate, leggings és a boots. Természetesen a slow fallingnak a mértéke az nem nagyon fog változni. Bőven elég az, hogyha egyetlen egy darab részleg rajta van a setből. Ha game mode survival átmegyünk, akkor látjátok azt is, hogy igazából a páncél szintünket mennyire dobja föl. Azért szerintem elég jó ahhoz képest, hogy csirkékből kapott anyaggal dolgoztunk. Én azt mondom, hogy akkor ne is ragadjunk le a csirkénél, hanem haladjunk tovább egy picit érdekesebb mobok felé. Például itt lesz nekünk most egy zombi. Őt megnyírjuk, és hogyha ezzel készítek mondjuk egy sapkát, akkor látjátok, hogy semmilyen effektet nem kaptam. Na de, megcsinálom a szetnek a többi részét is, mert azért azok is Szerintem elég jól néznek ki, egy ilyen full zöld szettet kapunk, és láthatóan tényleg semmiféle effektet nem adott nekünk a játék. Viszont, hát melyek szervejel be, csak egy éjszakát, és lerakok ide egy zombit, akkor, mint ahogy látjátok, ez a zombi engem nem fog megtámadni. Ugyanis, ezzel konkrétan átszázzuk magunkat a játékon belül, semmiféle mérges mob igazából nem fog minket támadni. Bármit lerakhatok, tehát látjátok, hogy itt van egy skeleton is, tehát ezekkel tényleg csinálhatok bármit, soha nem fognak minket megtámadni. Ez azért szerintem eléggé OP -szett. A következő áldozatunk az egy creeper lesz. Így néz ki a cuki kis creeper megkopasztjuk, és hát igen, kicsit rózsaszínes lesz az öcskös. Hét darab essence adott nekünk, egyébként ezek is tök menőn néznek ki, Becraftolom szépen a szettet. Egyébként ez eléggé hasonlít a zombinak a szettjéhez, azt szerintem látszik. Tehát, hogy ugyanúgy ilyen sötét zöldes színű. És, mint ahogy látjuk, itt sem kapunk semmiféle effektet. Hogyha nyomunk egy shiftet, akkor, mint ahogy látjátok, robbantunk egy hatalmasat. És ez a robbantás, ez többek között azért is jó, mert hogyha ide a Creeperhöz, vagy bármilyen mobhoz, és megnyomjuk ezt a shiftet, akkor értelmszerűen fel fog robbanni. Meg hát a körülöttünk lévő blokkok is felrobbannak, tehát ezzel igazából még akár egy hatalmas lyukat is ki tudunk bányászni, hogyha úgy tartja kedvünk. Eléggé belerondítottam most így a környezetbe, de azért meg szerettem volna mutatni, hogy ez, ez mit tud. Természetesen, hogyha kreatíva vagy, akkor is működik folyamatosan, tehát ahogy a, a talajt elérjük, onnantól kezdve a, a shiftelés az működni fog. Jön is egy ártatlan kis élő lény, ami nem más lesz, mint a malac. Jobb klikkelünk rá, és nagyon minimálisan, de megváltozott neki is a színe, szerintem látszott a videóban. 9 kaptunk belőle, és el is készítem a rá vonatkozó szettet is. Természetesen már nem ugyanúgy fog kinézni, mint a többi, mert azért mégiscsak egy malaszról beszélünk. Így nézünk ki benne, és ez már ad effektet, mint ahogy látjátok, Strengths 2-t kaptunk. Szóval ezzel kapcsolatban nincsen semmi tudnivaló, tényleg csak egy erő kettő shiftre sem reagál semmit, ezzel a szettel igazából csak egy picit erősebbek tudunk lenni. Na de srácok, mi van akkor, hogyha én úgy döntök, hogy szeretném mixelni ezeket a szetteket? Tehát ugye bemutattam most négy darab mophoz kapcsolódó ilyen szettet, felveszem a csirke sisakját, a creepernek a melvértjét, a zombi gatyáját és a malacnak a cipőjét. Ha visszanyomok egy elbetűt, akkor látjátok, hogy megkaptam a Strengths 2-t, a Slow Falling 2-t, és ha nyomok egy shiftet, akkor még fel is robban itt minden. Tehát ez az egész datapack ez azért jó, mert tudjuk kombinálni az összes szettet. Tehát látjátok, hogy most így elég érdekesen nézünk ki, hogy úgy enyhén fogalmazzak, de ez a legópép szett, amit a Minecraftban el lehet készíteni, nyilván egy datapack segítségével. Ezzel azért mondjuk tényleg elég komoly csatákat meg lehet nyerni, illetve hatalmas előre is szert tenni. Folyamatosan lesz ez az erőd, a slow fallingod, a robbantási képességed. Ja, meg hát ugye rajtunk van a zombinak a gatyája, ergo egyetlen egy gonosz mob sem fog minket megtámadni. Következő mob az a Blaze lesz akit hogyha megkopasztunk, akkor lila lesz. Nem tudom, hogy ez hogyan össze így a Minecraft logikái alapján. Belőle már csak hármat kaptunk, az mondjuk kicsit kevés, de a szettje így is brutálisan OP. Meg egyébként tök jól is néz ki. És vele is az a helyzet, hogy csak és kizárólag egy effektet kapunk, ami nem más, mint a Fire Resistance 2. Ez is természetesen elég hasznosnak mondható, főleg a Netherben, ugyebár. Meg is építek egy Iron Itt is van és nyírjuk meg őt is. Hát igen, ő is egy picit ilyen rózsaszínes lett, megkopasztottuk a, a vasaitól úgymond, egy-két ilyen növény maradt rajta, semmi más. Jöjjön is belőle a szettecske, ami tényleg hasonlít az Iron Golemre, tehát hogy szerintem ez az egyik legjobb szett a mai videóban, legalábbis úgy, hogy ezen tényleg látszik, hogy Iron Golemes szett. A többén azért annyira nem látszódott, max még a csirkése, hogy az, az, mondjuk a csirkéhez tartozik. És ha átmegy a Game Mode Survival-be, akkor láthatjuk, hogy mit tud. Megduplázza a szívsorunkat. Így azért nyilván szívosabbak leszünk, tehát ez például egy nagyon-nagyon fontos eleme a szetteknek. Tehát itt, itt a négy közül azért felképpen szerintem helyet kell szorítani ennek az Iron Golemesnek. Jöjjön megint csak egy picit izgalmasabb, ami nem más lesz, mint az Enderman. Őt lerakom szépen, látjátok, hogy full fekete. Nyomok jobb klikket rá, és igen... Hát elég durván meg lett kopasztva a szegény. Tehát, hogy nem nagyon fekete, el is fordult, meg el is melekült tőlünk. Így azért picit untorítóbban néz ki szerintem ez az de se baj. Ez egy fullosan fekete set. természetesen, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Ott látható a lila szem is, és ez már tud valamit a shiftnek a lenyomásával. Nyilván ki lehet találni, hogy mit. Tud minket teleportálni. És nem is kevés blokkot. Tehát például ott a crafting table, és azért látjátok, hogy elég durván el tudunk tőle menni. Ott a crafting table, visszamegyek. Jó, kicsit magasabban lettünk, de hogy alapvetően azért szerintem ez, ez elég durva. Főleg, hogyha folyamatosan nyomjátok a shiftet, tehát akkor, akkor tényleg hottalmas távokat tudtok megtenni néhány másodperc leforgása alatt. És nézzünk egy ilyen Axolotot is. Látjátok, hogy ő is azért durván szint változtat. Hát, ja, nem épp a legférfiasabb szettet fogjuk megkapni, azt azért szerintem mindenki látja. Nem is a színére kell figyelni, hanem inkább az effektre, amit ad, ami nem más, mint a Water breathing, Víz alatt folyamatosan tudunk lélegezni, nyilván kreatívban vagyok, szóval ez most úgy annyira nem fog látszódni. Ennyi lett van ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van, egy lájkal, like iratkozzatok fel, ha még nem vagytok a csatornámon, és írjátok le kommentben, hogy nektek melyik volt a kedvenc szettetek a mai videóból, és ne felejtsétek el, idar.store, hogyha még nincsenek termékei tőlem, akkor mindenféleképpen csekkold a leírás első sorában lévő cuccokat. Köszönöm szépen a figyelmet nektek, találkozunk legközelebb, lehetek jók, sziasztok!